Ugyancsak a közbiztonság, illetve a vagyonbiztonság javítását célozza az a pályázati javaslat is, amelyet a területért felelős alpolgármester terjesztett elő. Eszerint az önkormányzat zárt rendszerű társasházi kamerarendszerek kiépítését is támogatná. A pályázatnak a keretösszege egyelőre 5 millió forint lenne, ami rendelkezésre áll a költségvetésben. A polgármester döntene a pályázatok tekintetében egy úgynevezett bíráló bizottság javaslata alapján, és a lényeg az, hogy a társasházi közös helyiségek, tehát a lépcsőházak, lakások előtti tárolók, garázsok, közös területeknek a fokozott védelmét tudjuk ezzel biztosítani, segíteni. A javaslat előterjesztője hangsúlyozta, hogy nem más szigorú törvényi előírások szerint működő térfigyelő kamerák telepítéséről van szó, ám a társasházi megfigyelő kamerák is biztonságosak. Az adataikat bűncselekmény esetén is csak a rendőrség elemezheti. A rendszer az nyilvánvalóan zárt, a lakóközösség dönti el, hogy kiférhet hozzá ez a rendszerhez, és 15 napig tárolni kell tudni a felvételeket. Ugye a zárt rendszer lényeg, hogy ebbe kívülről senki nem fog bekukucskálni. A javaslatot ugyan támogatta a testület, ám az előkészítés során felvetettek aggályokat az ellenzéki képviselők. Nem volt ez ilyen egyszerű menet a jogi bizottságban. Én a magam részéről ugye a szenzitív adatokat kértem számon, hogy erre hogyan lehet vigyázni, de alpolgármester úr engem megnyugtatott. Amit most hozzátennék, tehát hogy ez rendesen lesz kezelve, hogy vajon kérhető-e egy társasházban az, hogy bizonyos jeleneteket ne lehessen a továbbiakban se továbbadni se. Tehát ha például engem meglátogat személyesen Soros György, és ott jön be a kapun, ahol ez látszik, de én nem szeretném, hogyha ezt tudnák, akkor mi az eljárás? A különleges vendéget felhozó kérdéshez idomult az előterjesztő válasza is. Ha jól emlékszem, képviselő úr egy pikánsabb példát hozott fel a bizottsági ülésen, de azt gondolom, az maradjon a bizottsági ülés edzőkönyvének a titka. Ugye elméletben az, hogy önhöz kijön, mikor jön, milyen céllal jön, ez a rendszer nem látja, mert a rendszer zárt. Egyetlen egy esetben lehet ez probléma, hogyha pont akkor történik bűncselekmény, amikor önhöz a Soros György látogat, mert akkor, amikor a kapitány úr, vagy a kollégái, vagy az arra hivatalos, vagy felhatalmazott személy lenyeri az adatot, és bent Stanyó kapitány úr munkatársai adatelemzéssel megpróbálnak ugye felderítési munkában meghatározni, hogy ki lehetett, vagy miért követték ezt a bűncselekményt, lakásbetörést, vagy bármit, ott fel fog tűnni akkor az ember, aki adott esetben szenzitív adatnak minősül valakinek a számára. Ezt a lakóközösségnek kell szerintem mérlegelni, hogy mi fontosabb nekik, az, hogy a teremgarázsba, vagy az udvarba, vagy a tárolóknál az értékeik biztonságban vannak, vagy adott esetben egy bűncselekmény elkövetése után történt adatkezelés során találkozhatnak, vagy láthatnak a rendőrök olyan embert, aki valaki számára kellemetlenséget jelent. A lakók nem tudnak ebbe belekukucskálni semmilyen módon. A társasházi kamerarendszer támogatásáról szóló előterjesztést egyetlen tartózkodás mellett elfogadta a képviselőtestület.